Nem hívő fiataloknak adott interjút Ferenc pápa a magánlakosztályában. A beszélgetés azért számít világszenzációnak, mert a pápa személyesen adott engedélyt arra, hogy a flamand egyetemisták maguk filmezhessenek és közvetlenül kérdezhessenek tőle. Az öt egyetemista közül többen nem megkeresztelt katolikusok, ám tavaly részt vettek az ifjúsági világtalálkozón, ahol megszületett az interjú ötlete. A pápa sok fiatalnak inspiráló személyiség, mondta a beszélgetés egyik résztvevője egy belga hírműsorban. Mikor megkérdezték a Szentatyát, miért fogadta a diákokat, azt válaszolta, ha a fiatalok nyugtalanok és érdeklődnek, kötelességemnek érzem, hogy segítse. Ferenc pápa arra buzdította a fiatalokat, keressék meg a kincset a szívük mélyén és ápolják életük végéig.